Lakkozzák az esőbeállót és mázolják a padokat a sóstói parkerdőben. Az erdei tanösvény tájékoztató táblái is megtisztultak az elmúlt napokban. Már megmutatta igazi arcát az ősz, sokan járnak ide kirándulni, feltöltődni. Ahhoz, hogy komfortos legyen a családok számára az erdőben eltöltött idő, a Nyíredő ZRT karbantartási munkálatokba kezdett a pihenőhelyeken, ami érintette a tornapálya eszközeit is. Nagyon sok olyan létesítmény, eszköz szolgálja a lakosság pihenési igényeit, ami stílusosan nyilván fából készült az erdőhöz illően, de ezeket nem elég létrehozni és kihelyezni, ezeket azért karban kell tartani időszerűen, azért, hogy ne menjen hamar tönkre. Mázolási munkákat kell végrehajtani, előtte csiszolással kell a mázolást lehetővé tenni. Nyilván az évek során sérülnek elemek, ezeket cserélni kell. Ezek ilyen kisebb jellegű, kisebb karbantartás jellegű feladatok, amik most elvégzésre kerülnek. Itt a sóstói parkedő gyakorlatilag egészében, nem csak a erdei tornapálya is környékén, az erdő tornapályáról induló tanösvények mentén, hanem az erdőnök a túloldalán, tehát a nyugati tömbben, a Tölgyes utcától délre lévő részeken is mind gyakorlatilag minden eszközt, ami indokolt, most karbantartunk. Mindez pedig több mint 150 eszközt jelent, melyek a kisebb felújítások után további 2-3 évig újszerű állapotban kiszolgálják a kilátogatókat. A munkálatok, melyre közel 2 millió forintot fordít a nyíregyházi erdészet, a hétvégén befejeződnek, így a jövő héttől már minden padot és egyéb berendezést biztonsággal használhatnak az erdőjárók.